Sziasztok, Gabó vagyok az Echo Hangstúdióból, és egy újabb bejelentkezéshez érkeztünk végre. Mostani alkalommal a Garden Monkey nevű zenekarnak a nálunk felvett, legutóbb felvett dalát szeretném bemutatni. Most olyan aspektusból kezdeném el, hogy a felvételi körülmények hogyan alakultak, és amikor végigmegyünk így a hangszereken, hogy nagyjából miket használtam, milyen eszközöket, akkor utána pedig így elkezdem majd azt mutatni, hogy hogyan kezdem a felvétel után a keverést összerakni, tehát a hogyan alakul ki a struktúra, milyen plugineket dobálok rá. Tehát most nem is igazából arról fog szólni, hogy most mit hova tekerek, mert nem olyan fogok mit hova tekerni, mert az elég sok idő. De odaig el fog jutni, hogy mindenhol rajta lesz minden plugin körülbelül, és utána ugye nyers mix alakulni fog. De leginkább most szeretnék az elején arról beszélni, hogy hogyan, milyen eszközök voltak. Ugye a Garden Monkey zenekar, érdemes megnézni a honlapjukat, kattintani a linkre, ott van. És az a lényeg, hogy ők dob, basszusgitár, gitár, énekes, és van egy billentyűs kolléga is a bandában. Látni fogjátok, hogy nagyon érdekes billentyű is van például. Nézzük is meg. Tehát először nézzük meg, hogy a dob hogy volt. Most bejátszok ilyen vicces videókat, amik a felvétel alatt készültek, hogy lássátok a körülményeket, és akkor mondom, hogy milyen mikrofon, meg ilyesmi. Nyugodtan kérdezzetek, ha van bármi, megpróbálok válaszolni. Tehát a dob az így nézett ki a kollégám, amikor dobolt, remélem, hogy látszani fog. Köszönjük. Szerintem eléggé látszott, hogy mi a helyzet. Most csak azért visszateszem, hogy na, hogy volt bemikrofonozva a dob. A lábdob, ami most itt nem látszik, a lábdobon volt két mikrofon, egy Electro Voice R20, ami kint volt így a membránon kívül, tehát hazudok, az R20 volt bedugva a dob belsejébe, tehát közel az ütőfelülethez, ott a csattanás hangjait akartam jobban rögzíteni, és volt egy AKG D112-es mikrofon, ami pedig a külső, a szubosabb tartományért felel. Ezt így nagyon megmutatom, így most itt tök nyersben vagyunk, hogy ez a relatív, ez a külső mikrofon, és ez a, mi van dugva, halljátok, milyen különbség van. Hát ugye áthalásban is nagy a különbség. Ketten így néznek ki. Ez a lábdob. Akkor a Pergő szokásos SM57 volt föltéve a Pergőre. Alul ATM 650-es audiotechnika mikrofon. A lábcín egy Beyer M160-as, ez itt pont takarásban van, és a tamokon pedig Shure Beta 56 AK voltak. Az overhead, az két remek oktava MK102, és volt egy középső overhead betéve, az egy Kohl's 4038-as, Ribbon mikrofon, és amit a képen nem nagyon látszik, volt egy ilyen roomnak betéve egy AEA R84-es szintén Ribbon mikrofon. Így van. Na, ez így dob körülményei, tehát a dob az így magában az így szól most itt tök nyersben. És akkor ilyenek szólnak, hát ez így eléggé nem egy romantikus, de
így néz ki a dolog. Nincsen, egy helyen volt kötve a dobit a végén. Így né, tehát ő a dob. A basszusgitár felvételről is van videó, megmutatom, és akkor látni fogjátok, hogy mi a helyzet, utána elmondom, hogy milyen eszközök voltak rajta. Az a lényeg, hogy a dob, a basszusgitár három sávon került felvételre, itt látszódni fog, mutatom most nektek a itt vannak a basszusgitár sávok. Itt három tartozik egyben, tehát mondjuk ez, amit itt kijelölök, ez a három. És az első, hogy a vonalhang, egy vonal, tehát egy D-boxon keresztül rögzített vonalhang, ami mondjuk ilyen. Szép vonalhang, akkor a második sáv az egy az erősítőbe bedugott gitár, és utána egy hangfalma meg tovább a jel, tehát a hangfal kábel, és utána egy mikrofon veszi fel, méghozzá egy MD441-es Sennheiser van a láda elé téve, neki ez a hangja. Hallatszik, hogy egy kicsit jó kis overrun tolva a basszus, tehát itt nem finomkodtunk. Tehát itt a szaturációs plugin-ra nem nagyon lesz szükség. Egyébként a SLM-sz által épített fejet használtunk, ami egy Marshall Super Bass utánépítés gyakorlatilag. És akkor ez a jel, ami most itt látszik a videón, és hogy egy levellel bement be a mikrofon jele, amivel még egy kicsit összétoltuk a dinamikát. És itt van a kolléga úr. Itt látszik a három sáv, ami rögzítésre kerül. Ez egyébként az a basszus, amit fogok használni, csak a halljátok mondani, a végét azt elrontott a véletlenül, azt hitt, hogy vége a dalnak, és egy körre hamarabb fejezte be, a végét kötöttük be, azt hiszem. Itt a levelre látszik, hogy dolgozik szépen. Most. Ja, tehát ez volt az elrontott cucc, és ezt kötöttük itt be a végét. Itt van bekötve, látszik itt egy plusz kör van betéve. Oké, a gitárról is van egy kis videó, azt bemutatom, hogy a egyik szóló próbálkozást, ami nem sikerült, de hogy ami... Itt gitárt mutattam most, hogy melyik gitárról van szó, azt hiszem, a témát. Azt fogja játszani a kolléga. Ezt. Igen, ezt megmutatom. Nem sikerült, de hogy lássadok, mik a körülmények. Ja. Tehát látszik a most láttatok a képet? Akkor még egyszer. Úgy látom, nem kapcsoltam át ugye a videót. Szóljatok.
Jaja. Na itt a képen az látszik, hogy a gitár, volt pedálbord is lent, az itt ezen a képen is sajnos nem látszik. Tehát volt néhány pedál bekötve, és utána bementünk a szintén SLMS által épített egy Vox AC15-ös utánépítés, amely igencsak nagyon Voxó szól, ezt már többen megjegyezték, akik ismerik a régi Voxokat. Ez a 70-valányos topológia alapján van építve, és ez bemegy egy Marshall 4x10-es Greenback-es hangfalba, és ezt halljuk egy Beyer M160-as mikrofonon keresztül rögzítve. Tehát két sáv, ami itt van, jól látszik. Tehát, hogy itt ez a szóló, ez a vonal, a D-box, vicces. Ott egy kis izé, nem baj. És akkor ez a... Hallatszik, van minden. Egyre van az olyan király. Jaj, a vonal csak azért van rögzítve, hogyha bármikor reampolni kell, akkor az lehessen megtenni, de alapvetően mindig az a célunk, hogy a véglegeshez közeli hangzást érjünk el. Oké. Okay. És akkor van még egy érdekes, itt halljátok, hogy van egy Moog Subsec, vagy nem tudom, 37-es, hogy kell ejteni ezt a gyönyörűséget. Ez a szép filteres cucc. És megmutatom, hogy az hogy rögzítettük. Remélem, jól kapcsolom a dolgot. Egy monosáv, ugye, Moogról van szó. De végén meg is örült teljesen a filter, itt mindenféle zaj lett. Egy csodálatos porszívó hang. Ja. Úgyhogy az ilyenekről nincsen felvételünk, sajnos videó, de az is van. Na, tehát ezek voltak így nagyjából a különbségek, tehát egyébként a Moogot pedig úgy vettük föl, hogy egy D-boxon keresztül be van dugva egy ilyen csöves erőfokba egy Sound Sculptor MP566-os csöves előfogba D-boxon keresztül, és akkor a előfognak vettük fel a hangját, és ez így nagyon frankon illesztette a Moognak a analóg kimenetét. Na, oké. Okay. Akkor most jön a uncsisabb része már, tehát hogy most azt csinálom, hogy így elkezdem csinálni a struktúrát, ami nagyjából azért kialakult, látjátok a felvétel alatt, ugye a dob meg a többi hangszer mindegy grupban van, ezen belül most azért lesznek még algrupok, és akkor elkezdem rádobálni, most az tiszta sematika lesz a channel strippeket és a többi plugint, azt utána kezdem azt majd tekergetni, de nyilván azért nem most lesz, mert nem akarom annyira elhúzni a videót, csak hogy látjátok, hogy akkor ez most így indul. Na, de azért lehet kérdezni, közben tudok válaszolni, akkor válaszolok, de akkor csinálom a dolgokat. Akkor ezt most így jól át is nevezzük. Mit tudom én. Igazából nem mindegy. Csak mindegy. Na, tehát.
Igen, volt egy ilyen Korg prológ is rögzítve, de az csak egy ilyen mankó jelleggel, mert oda majd zongorát fogunk tenni. Zongorát akarunk, de volt egy ilyen is, egy ilyen vicces kis dolog, de ezt nem használjuk. Ennek helyé lesz majd MIDI-vel zongorát fogunk gyártani. Oké. Okay. Ja, azért épül az egészen nulláról, mert nem szoktam használni ilyen templéteket, meg prezeteket, ilyen templétbe hozom az egész projektet, és utána nem tekergetek semmit, tehát hogy igazából mindig a nullára szoktam felépíteni a dalokat. Sokan tudom, hogy nem így tesznek, de ha nem így tennék, akkor azt hiszem kiesnék a dolgokból, tehát hogyha az ember soha, tehát csak behozza egy templétet, mindig ráhúzná adott hangszereket, stb. Minden ugyanúgy szólna szerintem, és az nem annyira szerencsés. Ha csak ennyi, azért mondom, csak hogy azért tök nulláról kezdem, és látszik is, hogy mi nagyon nyersek vagyunk. Ezt kihúzom. Megcsinálom itt a grupokat, vagy foldernek hívja egyébként a Reaper. Tehát ugye látszik, két mikrofon volt a lábdobra, akkor van a pergőre, és szintén két mikrofon, egy felső SM57, alul egy ATM650-es audiotechnika. A lábcín az egy Beyer M160-as, azt hagyjuk külön, és akkor itt vannak a tamok. Hoz a kettő. És akkor itt vannak az overek. Tehát van itt egy oktava, két oktava MK102-es, ami nagyon jó mikrofon, orosz oktavák között az egyik legjobb. Olyan szinten, hogy van egy ilyen oldal, oktavamode.com, vagy nem tudom, tehát van egy emberke, aki Michael Jolly talán, aki rámenti az oktava mikrofonnak a modulására, meg egyéb mikrofonokra is. Tehát például Rode NT1A tipikus, meg ilyen mindenféle mikrofont moddol. És erre azt mondta az MK102-re, hogy ezt nem érdemes, mert ezzel jól sikerült, tehát hogy vicces. Van ennek egy trafón, egy olyan verziója, ami kismembrános, mert ez egy mikrofon, ez nagymembrános, bár úgy néz ki, hogy kicsi lenne. Azt hiszem, a
nem tudom, melyik hasonló, MK02 talán. Az fele ennyibe is kerül, de az kismembrános, tehát ne tévesszük össze, azt szokták mondolni. Na és akkor van itt egy mono overünk, a Coles 4038, ez egy Ribble mikrofon. Abszolút vintage cucc. Csodálatos. Tehát ez a két oktava, nagymembrános kondi, ez hallatszik, és nagyon szépen minden kis részét hallatszik. De a súlyt a Coles adja hozzá. Ezek elvileg fázisban vannak, majd megnézzük. Az volt a tervem, hogy az legyen a felvételnél. Ami azt jelenti, hogy AB mikrofonozás történt. Tehát itt a képen is látszott, hogy... csak behúzom itt a... Látjátok, itt van fönt egy over, meg itt van még egy, itt takarásban félig. És itt van középen a Coles. És ez a kettő, meg ez a középső is tök egyforma távolság van a pergőtől. Ez mindig cél a mikrofonozásnál, hogy ne legyen, minden kevesebb fázis hiba legyen. Na, tehát, azt meg is fogjuk nézni, hogy... Az elején meg lehet nézni, amikor megüti, hogy... szépen fázisban vannak a mikrofonok. A messze lévő room az már nincs fázisban, de ez nem baj, az úgyis az a tervem, hogy azt szétkompresszálom-e minden, tehát az csak egy szövetet hozzá, de ez a három mikrofon adja így a alapdobszerfónak a sztereóságát. Na és akkor itt az lesz majd egyébként, hogy azt meg kell tennünk majd. Én azt meg szoktam tenni általában jobban, szóval, hogyha ha pergő mikrofon, közeltévé pergő mikrofonokat ráhúzom a overekre. És akkor erre használok egy plugint, ami a Reaperben benne van, és így hát ugye látszik az időben, hogy mennyivel hamarabb ér oda a hang. Bocsánat, tehát átváltjuk itt mintára, itt alul a osztást, akkor látszik, hogy mondjuk ha mondjuk ehhez nézem ez a felső-alsó mikrofon a pergőnél, látszik, hogy fázis meg van fordítva, tehát ezek fázisban vannak. Tehát 519 tudom, megy a hangom, nem tudom, mi van. Na, szóval +19 = 772, tehát az nem tudok számolni, tehát 772 minusz 5 19, tehát az 253 minta. 253 mintával eltolom a pergő mikrofont, amihez kell nekem olyan plugin, amit szoktam használni, itt van Time Adjustment Delay, ez a Reaper, és akkor itt azt mondom, hogy 253 mintával tolja el a közeledői pergőket, és akkor azt jelenti, tökre hallatszik. Nem tudom, mennyire megy át ez a streamingen, de bocsánat. De hallatszik, hogy a mély megjön. Hogy így fázisban még jobban egymáshoz kerülnek a közeledő és a távoli mikrofonok. Na ez csak egy technikai dolog. Sokfajta plugin van, meg lehet kézzel is tologatni. Nem mindig érdemes, de azért legtöbbször az így jót tesz. Na mindegy, csináljuk tovább. Így is hallatszik rohadtul. Ugye? Hallatszik. Akkor itt vannak a basszusok, az oké. Okay. Gitároknál... gitár téma... zaj, az vrankó. Énekeket már megcsináltuk itt a feléneklésnél, tehát átlátható. Hát akkor elkezdem dobálni rájuk a
csinálsz tippeket, aztán ennyi igazából. Most nem ez annyira izgi. De azért közben jártam az anyat, hogy menjen a zene. Most a Facebook most nem szólt, hogy bűnös vagyok, tehát az tök jó. Na várj, akkor bekapcsolom a többit is, hagyj menjenek. Hagyj menjen az egész dal. Szokjátok meg a slágert. Az ilyenekre még annyit mondanék, hogy a srácok a NLP 47-esbe énekeltek, ami ugye nagyon úr 47-es utanépítés, és akkor a nálunk szokásos lánc volt bekötve, tehát a mikrofon bement egy Sanska Sculptor MP5 73-as előfogba, aztán bement egy XQP DSR-be, XQP 531 A-on DSR-be, és utána ment be egy levelerbe, az LA2 SLM-szától épített LA2 A-ba, és utána még bement egy, ez itt el van írva, egy EQP, tehát egy Pultec EQP 1A szintén SLM-szától épített EQ-ba, ahol van egy kis hangszín korrekció, tehát annyi, hogy a magasat azt a 8 kHz körül emeltem egy kis magasat az énekben, és a mélyben is egy kicsit 100 Hz-en. Egy kicsit vastagabb legyen a cucc. Ennyi. Látszik, hogy van a szólamok, ugye mély, közép, és a végén van egy csodálatos csorda is, amely magában is nagyon vicces. Tehát ilyenek. És a csorda úgy lett azért, hogy akkor áttettük gömb karakterisztikába a mikit, és akkor így a srácok körülállták, és nyomták ezerrel. Ennyi kiegészítés csak az ének felvételhez még. Na akkor folytatom a dobálást a plugineknek.
Látjátok a dobokhoz a Brainverse SSL E channel snippet használtam, az énekekhez is, és akkor a basszushoz meg a gitárokhoz a G-t szeretem használni. Csak ez egy ilyen kiegészítés most itt a... Ha valaki bánsítek, felmerül a kérdés. Tök jó, elment a hangom, de nem baj, olyan sokább is fogom fejezni. Igen. Csak azt dobáljuk a dolgokat. Okay. Na, akkor az a lényeg, hogy nagyjából így bemutattam, hogy hogyan közülik ez a, hogy hogyan volt a felvétel körülményei, hogyan alakultak, és az lenne még az lenne a lényeg, tehát egy ilyen zenekarnál is törekedni kell arra, hogy a felvételén hallottatok, hogy már abszolút úgy volt az effektezve a gitár, ahogy a srácok szeretik, tehát ugyanolyan, tehát a pedálok azok nem utólag reampal fogunkból jelen, hanem úgy játszottuk föl, hogy legyen ez eléggé véglegeshez közeli, és a basszus is meg volt tolva egy kicsit overdrive-ban, hogy jó legyen, és aki nem kell pluginek kellene sokat szórakozni a végén. Most mindenki rádobáltam channel snippet, persze még egy csomó plugin fog kerülni, dinamika szabályzók, sok mindenre, meg utána majd a modulátoros effektek. Lehet, hogy ezt fogom folytatni holnap még egy másik videóval, és akkor így haladunk. Lehet, hogy az jó ötlet, ki tudja. Remélem az úgy jó lesz. Csak amikor ezt így elhúzni, meg lassan jönnek énekelni. És az még föl kell készülnem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy néztetek. Van bármilyen kérdés, akkor nyugodtan kommentben írjátok be, és akkor fog válaszolni. Legyetek jók, sziasztok!